Műszaki meghibásodás miatt megsérült utasok, a semmiben veszteglő vonatok, több órás késések és bezárt vasúti mellékvonalak. Az elmúlt hónapokban leginkább ezekről lehetett olvasni a MÁV kapcsán. Ezek a horror sztorik azonban nem vették el a kedvünket attól, hogy magunk járjunk utána annak, hogy milyen élményt is nyújt az utazóközönség számára az Állami Vasúttársaság 2023 Magyarországán. Itt vagyunk a kelenföldi vasútállomáson, innen Szombathelyre szeretnénk eljutni, ami nem lesz egy egyszerű feladat. A Dunántúl északi részén ugyanis egyszerre több pályafelújítási munkálat is zajlik. Emiatt kétszer is vonatpótló buszra kell majd szállnunk. A pályafelújítási munkálatok előtt nagyjából 2 óra 20 perc alatt lehetett Kelenföld vasútállomásról eljutni Szombathelyre vonattal. Ez most a hivatalos menetidő szerint 3 óra 15 perc lesz, és ehhez kétszer is vonatpótló buszra kell szállnunk. Először itt Kelenföldön, onnan elmegyünk Tatabányáig egy busszal, majd ott vonatra szállunk, a vonattal elmegyünk Csornáig, és Csornától ismét egy busszal fogunk menni Szombathelyre. Megnézzük, sikerül-e teljesíteni a 3 óra 15 perces hivatalos menetidőt. Na hát egy kicsit egyelőre rácáfolt a MÁV-on várakozásokra. 8 óra 50 percre kellett volna ideérnünk Tatabánya vasútállomásra a vonatpótló busszal, ehhez képest most 8 óra 36 van. Egy-két perc késéssel megérkeztünk itt egy Csornára, most ismét egy buszra szálltunk, és ezzel a busszal megyünk tovább Szombathelyre. Hát nem mondom, hogy ez a vonatpótló buszozás a legkényelmesebb módja annak, hogy eljussunk Budapestről Szombathelyre, és elég hosszú így a menetidő is. Ennek ellenére sikerült tartanunk a hivatalosan kitalált időt. Még 5 perc korábban is érkeztünk. Egy rövid szünet után folytatjuk az utazásunkat, most Szombathelyről visszamegyünk Budapestre, de egy másik útvonalon keresztül, most Veszprém-Székesfehérvár vonalon megyünk a Budapest déli pályaudvarra. Az eredeti menetidő az 3 óra 20 perc volt a felújítás előtt, de most Celldömölkig itt is vonatpótló busszal kell menni, emiatt pedig 3 óra 48 perc lesz az utazás ideje, ha minden jól megy. 12 óra 11 perckor indul a buszunk, és aztán vonattal megyünk tovább Budapest déli pályaudvarra, és ha minden igaz, akkor 15 óra 59 perccel fogunk megérkezni a fővárosba. Leszálltunk Celldömölkön a vonatpótló buszról, amelyen Szombathelyről idejöttünk. Most felszálltunk egy vonatra, és hogyha minden igaz, akkor ez a vonat most már Veszprém és Székesfehérváron keresztül Budapest déli pályaudvarra fog érkezni. Végül is sikerült tartanunk a menetrendet, és 15 óra 59 perckor meg is érkeztünk ide a déli pályaudvarra Szombathelyről. Szóval mi késéseket nem igazán tapasztaltunk, de önmagában az a tény, hogy közel 8 órás utazásba telt az, hogy eljussunk Szombathelyre és onnan vissza ide a fővárosba, az már bőven elég ahhoz, hogy egy darabig azt mondjuk, hogy elment a kedvünk a vonatozástól.